A műsor támogatta Ofor Rally Videó. A műsor támogatta a rallyparts.eu. A forgatás helyszínét a Space biztosította. Köszöntöm a Padlógáz nézőit, egy nagy műsorra készültünk, mondhatom bátran, hiszen ott voltunk Ózdon is és Oroszlányban is. Igen, izgalmas összefoglalók és beszélgetések következnek. Természetesen Csepi Zoli sem hiányozhat. Szia Zoli! Sziasztok! Még amikor ezt a felvételt veszük, jó kis időnk van a szeptember első napjaiban, a hidegfront előtt. Ilyenkor jó még egyet utoljára izzadni. De még a rallisok is izzadtak, ha itt az tartunk. Biztos, jó. Mind a két versenyen? Mind a két versenyen jó idő van. Mit kell tudnia a két versenyről, légy szíves, mondd el nekünk, mit fogunk látni? Hát a bányásznapi Oroszlány rallin, a Rally 3 mezőnye ment. A Ós Algó, a szokásos Rally 1, Rally 2 és most a Historic is csatlakozott hozzájuk. Jó kis verseny volt. Jó kis verseny volt. Voltak bukások is? Voltak, igen. Meg a Ós Algó, az most tényleg véremenő harcot láthattunk, mert 160 km után, hogyha büntetéseket levesszük... 160... Ne lőjük le a point előre! Mindenki fog derülni. De izgalmas lett akkor. Izgalmas volt, teljesen jó. Na, hát akkor nézzük is. Az első összefoglalón következik. A bányászapi Oroszlány rallira 89 versenyzőpáros adta le a nevezését. A verseny beleszámított az északi és a déli régió bajnokságába is, illetve az országos Rally 3 értékelésébe. A klasszikus Oroszlány Pusztaván közötti 7,4 km-es szakaszt a versenyzőknek 6-szor kellett teljesíteniük, 3-szor oda és 3-szor vissza. A versenyre közel 20 licenszes versenyző is leadta a nevezését, többen az Ózd-Salgó rally előtt teszteltek még egyet a versenykörülmények között. A szombati nap folyamán Oroszlány belvárosában került megrendezése az ünnepélyes rajtceremónia, amelyre rengeteg ember volt kíváncsi. Vasárnap reggel 7 óra magasságában rajtolt el az első gyorsasági szakasz. Nagyjából a mezőny felénél félbe kellett szakítani a rajtoltatást egy félrecsúszott és rossz helyen lévő autó miatt. Az első gyorsot Oroszki Tamásék nyerték a Hondával 2/10 másodperccel. Az első gyors igen nagy csatát hozott, az első 4 versenyző páros között mindösszesen 1 másodperc volt a különbség. A második gyorson is volt munkája a biztonsági autónak, Kállai Tamásék beestek a Ladával, szerencsére a srácok megúszták, csak az autójuk volt rossz helyen, a mentés után folytatódott a verseny. Ezt a gyorsot Janovics Roland, Csáti Miklós páros nyerte a Ladával 7/10 másodperccel. Oroszkijéknak 3,2 másodpercet tudtak adni, így átvették a vezetést a versenyben. A harmadik gyorsot Geiger Mátéék nyerték a Ladával, Janovicsék előtt 1,5 másodperccel. A verseny felénél az állás Janovics Roland, Oroszki Tamás, Kubovics István hármójuk között összesen 3 másodperc volt a különbség. Az utolsó 3 gyorsasági szakasz közül egyet Janovics Roland, 2-t pedig Geiger Máté nyert. Összetettben Janovics Roland, Csáti Miklós párosnak sikerült megőrizniük az első helyet, így idén ők vihették haza az Oroszlányváros vándorkupáját. A verseny végeredménye. Első helyezett lett Janovics Roland és Csáti Miklós a Ladával. Második lett Geiger Márti és Johan Über páros szintén a Ladával. Harmadik helyezett lett Dénes Szabolcs és Varga Kata. Természetesen most is játszhatnak velünk, már is mutatjuk, hogy mi a mostani kérdésünk, és hogy mit nyerhetnek azok, akik helyesen válaszolnak. Mostani játékkérdésünk. Jelenleg kivezeti az ORC bajnokságot.
A. Hevesi István, B. Dudás Gergő, vagy pedig C. Matics Mihály. Megfejtéseiket a rallykukac@rtve.hu e-mail címre várjuk október 1-ig. A nyeremény egy élményautózás. Előző játékunk nyertese Tóth Zsuzsanna Dorogról. Gratulálunk! Janovics Rolanddal beszélgetünk Oroszlányi Rally 3-as versenyről. Először is gratulálok az abszolút győzelmetekhez. Köszönjük szépen! Hogy telt ez a hétvége számotok? Nagyon felkészültünk erre a versenyre, meg akartuk mindenképpen nyerni, ami sikerült is szerencsére. Autót is fejlesztettük, könnyítettünk rajta 50 kilót erre a versenyre, meg mentálisan is eléggé felkészültünk rá. Igazából az első két pár gyorsan akartunk minél több másodpercet begyűjteni, hogy utána be tudjuk osztani a vége fele, és sikerült is, az utolsó kettő már nem kellett annyira sietnünk, meg a Máté hibázott egyet, aminek köszönhetően még jobban vissza tudtunk venni a tempóból, és így sikerült megnyerni a futamot. Technika bírta, rendben volt valami? Bírta, minden rendben volt. Volt egy kardáncserénk, meg valami rázott az autó elejébe, ezt még mindig csináljuk, hogy a hétvégi Porrokszentkirályra jó legyen. De bírta az autó, nagyon élveztük, fehér aszfalton tudtunk csúszkálni, amit szeretünk is, szóval jó volt. De ezen a hétvégén lesz egy versenytek Porrokszentis fel, arra Mindjárt. Most sikerül felkészülni. Hát azt is meg kell nyerjük most. Viszont lehet, hogy könnyebb dolgunk lesz, mert a Máténak lett egy balesete, és lehet, hogy ő nem tud most így jönni, nem biztos, hogy engedik az orvosok, de remélem, hogy összeszedi magát, mert azért csak jobb lenne, hogyha jönne. A versenybe dőljön el. Persze, ne versenyen kívül dőljön már el ez a dolog. Viszont sajnos csak 4 gyorsasági lesz a 6 vagy 5 helyett, és csak egy irányba fogunk menni, szóval ez nem lesz olyan jó, meg eléggé messze is van a verseny, de itt muszáj elmennünk a pontok miatt, meg kell ezt is nyerni, aztán ennyi. És idén még valami terve, valamilyen verseny? Hát idén még van 2 verseny, van egy Hajókaza, meg egy Orfű, és szeretnénk menni egy meccsek rallit, Rally 2-be kipróbálni, hogy milyen egy ilyen, mert jövőre szeretnénk rally 2-zni. És hogy ne a mély vízbe ugorjunk bele egyből, azért idén ki szeretnénk próbálni, hogy milyen egy ilyen rally 2-es verseny pontosan, milyen érzés, milyen feeling, milyen sikert. Meccseken szeretnénk. Így van. Akkor sok sikert hozzá. Köszönjük szépen. Akkor jövő évre, akkor valószínűleg a Rally 2 lesz a cél? Szeretnénk fölmenni Rally 2-be egész évben, igen. Ez jó lenne. És idén valamelyik buli verseny, Szilveszter, Mikulás? Hát Szilveszter Rallyra lehet, hogy el fogunk menni, még meglátjuk, hogy állunk majd, mert hogyha a jövőre Rally 2-be megyünk, akkor kell egy-két fejlesztést végezni az autón, mert gyári fékkel megyünk most, és jó lenne, hogyha nagy fék lenne rajta, és hogyha az kész lesz, akkor elmegyünk, ha nem, akkor nem. Majd meglátjuk, most fontosabb az, hogy jó legyen az autó. Rally 2-t gondolom, akkor már idén nyomon követitek, hogy mi folyik. Persze, figyeljük. Meg nagyjából hova fértek be szerinted? Hát most annyi hasonlítási alapunk van, hogy Oroszlán Rallyn nézegettük a Verév Zoli meg a Bodogán idejét. Előttük mentünk végig egy-két másodpercekkel, szóval reméljük, hogy majd ott is sikerül ott valahol a dobogó környékén menni. Bízunk benne. Úgy legyen. Köszönjük szépen. Jó, és akkor további versenyekhez sok sikert. Bajnak. Köszönjük. Bízunk benne, sikerül megnyerni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Csáti Miklóssal beszélgetünk a Oroszlány Rallyról. Szia. Janovics Rolandnak navigálsz. Hogy sikerült számotokra ez a verseny? Köszönjük szépen, a terveiket sikerült véghez vinni. Nyerni mentünk oda. Nagyon fontos nekünk a bajnokság szempontjából. És hát azt a taktikát, amit az elején megbeszéltünk, a végig sikerült nagyjából tartani, úgyhogy viszonylag kockázatmentesen sikerült befejezni a versenyt. És a bajnokságban jelenleg hogy álltok? Jól állunk, az éves országos abszolútot vezetjük, ami a célkitűzés volt évelején, és a déli régiót is. Az északiban annak is lemaradásunk, de majd próbálunk még ott előrébb kerülni. És az Oroszlány most, hogy a déli meg a... Így van, az közös futam volt. Közös futam volt, és most mint mind a két bajnokságban megkaptátok a pontot? Így van, elméletileg mind a kettőben kaptunk pontot, és ugye aki előttünk van, ő nem volt most Oroszlányban, szóval tudtunk rajta fogni egy kicsit, de reméljük, hogy ez elég lesz. Még egy északi futam van, arra megyünk. Azt kell mondani, most hála Istennek elég népes a sikeredett. Igen, sokan voltak. Két régió ment egybe. Ez mekkora volt ez a kihívás itt számotokra, hogy... Hát nekünk idén minden verseny nagy kihívás, egyik pályán se versenyeztünk még. Most lesz kivételesen egy olyan pálya, ami Roland már ment egyszer, külön nélkülem.
Úgyhogy minden pálya új, nincsen hazai verseny, most az oroszlányos nézett, hogy hazai, sose versenyeztünk még rajta, úgyhogy minden pálya új, minden pálya nehéz és pontos földolgozást igényelnek, úgyhogy nagy kívás. Akkor hogy látod a Rally 3 jövőjét? Ez egy nehéz kérdés, nem tudok erre jó választ adni valószínűleg. Kicsit azt érzem, hogy a Rally 3-ban nagyon sok elvárás van, és nem kapjuk meg azt, amit igazán érdemelne ez a mezőny. Nem tudom, mi lesz benne a jövőben. Bízunk a legjobbakba. Igen. Valami úton, módon sikerül már. Kap egy kis megbecsülés az osztály is. Hát évek óta megy már ugye ez a probléma. Következő versenytek? Hétvégén megyünk Borokszentkirályra. Ez a bajnokság következő futam, ez egy déli futam. Nagy erőkkel készülünk rá, itt is sajnos az előbb említett probléma fennáll, hogy egy nekünk nagyon-nagyon messze lévő verseny, és a kiírás alapján biztos, hogy nem mennénk el, csak ugye a bajnokság része. Négy gyorsaságit írtak ki, most van egy ígéret, hogy megpróbálnak ötöt megcsinálni. Nagyon reméljük, hogy sikerül, mert nagyon karcsú ez a négy gyors. Az hány kilométeres pálya? Relatíve hosszú, tehát 7 kilométeres, tehát akkor is 28 kilométer. Szóval itt ugye maximalizálták az évelei kiírásban a Rally 3-at 40 kilométerben, ha jól emlékszem, de ezt kb. Még sehol nem merítettük ki. Tehát annyira alulról sugruljuk mindig ezt az egészet, hogy nem igaz. Bózsaván is jól hangzott, hogy volt 8 gyorság, de 5 kilométeres volt a pálya. Szóval... Épp, hogy se sikerült akkor 40-et hozni. Igen. Hát elég szomorú ez, hogy nem tudom, hogy mi van itt a amatőrökkel, vagy ennyire fel akarjuk tölteni a Rally 1, Rally 2-t. Ezzel a mezőnnyel, meg így, ezzel a hozzáállással nem fogják tudni. Hát. De nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, de egy-egy ember tud kiemelkedni, és hogyha nincs egy utánpótlás rész, ami már pedig nem a Rally 2 lesz, mert az nagyon sok pénzt igényel nulláról indulni, így nem fog menni, szerintem. Hát meg tapasztalatot se tudnak szerezni sehol a versenyzők, és azért szerintem elég kockázatos. Ez a másik óriási gond. Hogy ugye... rögtön Rally 2-vel menjünk, egy egész napos versennyel, etap összekötő útvonalak, meg minden, úgyhogy nem... Igen, ez a másik nagy probléma, hogy a navigátor hiány folyamatos, és ugye folyamatosan mondják, hogy nincs navigátor és kéne, és Rally 3-ban lehetne ezt gyakorolni, semmi nincsen. Tehát, hogy egy menetlevelet nem kell kezelnünk, mert egyszerűen arra képtelen a rendező, hogy csináljanak egy normális menetlevet, és plusz egy ember ott legyen mondjuk, és ellenőrizzék, és időre kelljen érkezni, hogy legyen bármi, amivel a navigátor gyakorolhat egy felsőbb lévő osztályra, ez is rossz. Hát ja, mert itt voltak éppen menetlevél, azért nem is nagyon tudod alkalmazni, ugye mindig oda-vissza mentek. Ki tudja azt, hogy mennyi, beesik-e valaki, akkor fordíts, pálya átfordítás, ez mind időben megy el. Úgyhogy bízunk a legjobbakba. Így van. Bajnokságot nyerjétek meg. Köszönjük szépen, igyekszünk. Köszönjük szépen. Természetesen most is játszhatnak velünk, már is mutatjuk, hogy mi a mostani kérdésünk, és hogy mit nyerhetnek azok, akik helyesen válaszolnak. Mostani játékkérdésünk. Jelenleg kivezeti az ORC bajnokságot. A. Hevesi István, B. Dudás Gergő, vagy pedig C. Matics Mihály. Megfejtéseiket a rallykukac.rtve.hu e-mail címre várjuk október 1-ig. A nyeremény egy élményautózás. Előző játékunk nyertese Tóth Zsuzsanna Dorogról. Gratulálunk! Bár én azt mondom, hogy a várakozáshoz képest izgalmas versenyt láthattunk, főleg az ORC mezőnye kiegyensúlyozott volt. Vérmenő harc volt a két nap alatt hat versenyző között. 160 versenykilométer után, most leveszik a büntetéseket, amit lassító rombolásaig, tizedre három versenyző ugyanúgy. Azért ez nagyon ritka, nem? Hát igen, de maximumon kocsikázott mindenki. Szerintem 110%-okat tényleg határon autóztak, és olyan mentéseket csináltak, hogy megúszott alattuk az autó, hogy tényleg azért látványos volt. Melyik volt az a pillanat, lehet, hogy most másik versenyből idézek, illetve látjuk-e azt a pillanatot, amikor egy nézőt majdnem elsodortak? Mert a néző volt, a néző nem úgy viselkedett. Igen, az a közösségi oldalon a padlógázra fölkerült. Azt műsorban nem vágjuk be, de ott bárki megtekintheti. Hát akár sajnos. Most a beszélgetésünk alá mindjárt meg is mutatjuk el, hogy miről van szó. Na ez az a viselkedés, amit nem szabad. Ez már a feledetlenség. Azért szurkolásnak is van egy határa, én azt mondom.
Hát egy millimétereken múlott. Hát visszanézve a képet, megállítottam én is, hát a karomat nem mertem volna oda tenni a ladának a sárvédő és az emberke lába közé. Úgyhogy ilyen magatartással az a baj, hogy kiveszik a gyorsasági szakaszt, ugye etap, több ezer embernek, aki igen, leutazott, hogy a verseny nézze, elrontják a napját. Úgyhogy ez nagyon nem jó magatartás. No, de visszatérve a mezőnyre, ezután a verseny, vagy ezután a szakasz után még kiérezettebb lesz a vége? Szerintem igen. Még hátra a meccsek, Nyíregyháza, két legendás pályák. Nyíregyháza ugye IRC futam lesz, Európa bajnoki futam is egybe. Én azt mondom, hogy a Rally 1 az már Vince Feriék, szerintem ott már kezd eldőlni, az már meccsekbe el is fog dőlni, hogyha Feriék, mert nem lesz műszaki problémájuk. Az ORC az meg harcolnak vére. Rendben, akkor térjünk is rá, és nézzük meg az Ózd-Salgótarján közti szakasz összefoglalóját. A Rally 1 versenye péntek délután 18 órakor az ózdi prologgal kezdődött. A prologot Lovász Pál nyerte a Hyundai i20-szal Velencei Ádám és Vince Ferenc előtt. A szombati napon Ózd környéki 9 gyorsasági szakasz várt a párosokra, kicsivel több mint 92 km versenytávval. Az első gyorsasági szakaszt, a Királdi körgyorsot etapolták a rendezők rádiózási problémák miatt, így a két gyorson kezdődött meg a versenyzés, amelyet Velencei Ádámnak sikerült megnyernie Vince Feriék előtt 1/10 másodperccel. A harmadik gyorson már a bajnokságot vezető Vince Feri volt a gyorsabb, Velencei Ádáméknak sikerült 1,9 másodpercet adni, így összetettben is át tudták venni a vezetést az első kör végére. A második körre sikerült megoldani a rádió problémát a Királdi körgyorson, így a versenyt tempóban teljesíthették a versenyzőpárosok a 16 kilométeres szakaszon. A második körben mind a három gyorsot Vince nyerte, így előnyét 12,4 másodperccel növelte Hadik Andris előtt. A szombati napon a tervezett 9 gyorsból 2-t Velencei Ádám nyert, 6-ot pedig Vince Feri, így az első napot Vincéjék nyerték 14 másodperces előnnyel. A szombati napon az ORC mezőnye kiélezett harcot vívott egymással, folyamatosan ment az adok-kapok, a nap folyamán 10 másodpercek döntöttek a versenyzők között. Az első kör végén Dudás Gergő vezetett mindössze 4/10 másodperccel Maricek Miklós előtt. A második körben Királdon Dudásék kaptak egy defektet, a három gyorsból 2-t Hevesi István tudott nyerni, így a második kör végére átvette a vezetést az ORC értékelésben 2,9 másodperccel. A harmadik körben Dudás Gergő tudott nyerni 2 szakaszt, így nyerték a szombati napot, majd jött a hír, hogy kaptak 2 lassító rombolásért, így 20 másodperces büntetés zsebeltek be, ezzel elúszott az első helyük. Hevesieknek a szombati utolsó gyorsan meghibásodott a kilométer óra jeladójuk, és ezért az autó ride programban maradt, nem forgott a motor 4000-nél többet, így kaptak 26,1 másodpercet, és visszaestek az ORC 5. helyére. Innen várták a vasárnapi folytatást. A szombati napot így Matics Mihály nyerte Dudás Gergő előtt 6 másodperccel. Vasárnap reggel a mezőny Ózdról átköltözött a Salgótarján környéki pályákra, ahol a mezőnyre 6 gyors várt kicsivel több mint 60 km versenytávval. Valamivel több mint 50 páros folytatta a viadalt. A megrendezett 6 gyorsból 3-at Vince, 2-t Velencei és 1-et Hadik tudott megnyerni.
Vince Ferieknek sikerült megnyerniük Hadikék előtt az Ózd Salgó Rallyt 19,6 másodperccel. Ezzel a győzelemmel Vincék a négy aszfaltos versenyből mind a négyet nyerni tudták, így nagy lépést tettek a bajnoki cím felé. Az ORC mezőnye ott folytatta, ahol a szombati napot abba hagyta. Repkedtek a tizedek a mai napon is oda-vissza. A vasárnapi 6 gyorsból 3-at Dudás, 2-t Hevesi, egyet pedig Matics tudott nyerni. Az ORC küzdelmét végül Matics Misi tudta megnyerni Dudás Gergő előtt 2,1 másodperccel. Hevesi a nap folyamán vissza tudott kapaszkodni ugyan a harmadik helyre, de az utolsó előtti gyorsan a rajt után defektet kapott. Így be kellett érnie az ORC 6. helyezésével. Folytatás október 11-e és 13-a között a meccsek rallyon. Jó volt, jól tudtunk menni, tegnap is eredményünk is jó volt. Sajnos elég sokat vesztettünk a tegnapi utolsó gyorson, mert szétment a kilométer óra jeladó, nem kapott jelet, ugye nem ment a kilométer óra, és olyankor rajtprogramon marad az autó, és 4000 fölé nem forog. Úgy jöttünk le, elég sok másodpercet kaptunk, azt hiszem, ilyen 25 környékét. Majd ma azért viszonylag próbáltuk ledolgozni, ugye sikerült is több szerencsével, ugye, mert több, ahogy is mondjam, nem jött össze, mert az utolsó most defektet kaptunk, úgyhogy elúszott a harmadik helyen átunk, nagyon-nagyon közel voltunk egymással a hárman, és defektet kaptunk a rajta, kb. 300 méterre, úgy jöttünk le, kevesebbet kaptunk, mintha kicserültük volna gyorsan, de azért így csak a 6. helyre tudunk beérni. Addig nem nagyon szoktam számogatni, úgyhogy én mindig arra az egy versenyre törekszem, ami éppen ami van. Úgyhogy örülök, hogy célba érünk, nagyon-nagyon nehéz verseny volt, szerintem életemünk legnehezebb versenye volt, nagyon gyorsak voltak a többiek, úgyhogy nagyon kellett sietni. Úgyhogy igazából annyira nem bánom, hogy ennyivel megúsztuk. Lehetett volna csúnyán baleset is, mert nagyon sokszor, nagyon kemény, nagyon tempókan autóztunk, ugye volt egyszer-kétszer egyes helyzet, amikor majdnem leestünk, úgyhogy ez a legkevesebb, ugye nagyon jó, hogy megúsztuk, úgyhogy ez volt a legjobb, így jó volt így. A rally egy végeredménye. Első lett Vince Feri és Bacigál Igor. Második lett Hadik András és Deák Attila. A harmadik helyen Velencei Ádám és Zsíros Gábor végzett. Dudás Gergővel beszélgetünk a Salgó Rallyról. Üdvözöllek. Hát kicsit vegyes érzésekkel fejeztétek be a versenyt, ahogy így olvastuk a közösségi oldalakon. Erről mesélj nekünk egy pár szót, hogy mit történt. Hát igen, nem úgy alakult, vagy hát úgy alakultak, ahogy mi ezt eltevreztük időbe, és tempóval nagyon jól mentünk. Meg voltam elégedve, talán most volt az első egész év alatt, hogy megelégedtem a saját tempommal. De mellé kaptunk olyan dolgokat, amik sajnos elvették tőlünk ezt a győzelmet. Igazából papíron megvan, de a pontokat nem mi kaptuk meg. Úgy kezdődött ugye a verseny, hogy egyből a királydi gyors az etap lett, az első. És mentünk a Hangony Doma házára, ami egy nagyon tempós pálya. Az kezdésnek az elég meredek volt, de azt hál' Istennek úgy tudtunk felkenni reggel, sikerült megnyernünk. 6 gyorsasági hetet sikerült megnyerni egész verseny alatt. Mint kiderült így a verseny végén, 2 másodperc hiányzott ugye a győzelemhez, mi kaptunk 20 másodperc büntetést, kaptunk egy defektet, meg ugye a számunkra kedvező pályát, mint kiderült, ezt a királydot, ugye az elsőt kivették etapba. Az olyan jól sikerült az a gyorsasági, az a körgyors, hogy tényleg egész verseny alatt ilyen fél másodpercekre, maximum 1 másodpercekre voltak az idők egymástól. Nagyon szoros volt most az ORC-nek a futama. De mindenki nyomta a gázt, mert tudta, hogy mindenkinek kellenek a pontok, ez még a végelszámolásban nagyon fontos lesz. És mi csak azon a gyorsaságin tudtunk a másodiknak 6 másodpercet adni. Ugye az előzőn ott defektet kaptunk, ott jöttünk 4-5 km defekt, és úgyis csak ilyen 6 másodpercet kaptunk az elsőtől, akkor tudtuk, hogy az valószínűleg az kedvezni fog nekünk az a pálya. Ugye az első meg etap lett, úgyhogy ott azon a pályán rengeteget hagytunk benne, ugye a végelszámolásban. Másnap voltak az olyasmi gyorsaságai, amik inkább ilyen hegymászósak voltak. Tudni illik, hogy nekünk azért a súlyunk az még rengeteg a többiekhez képest, és az észre is vehető azokon a gyorsaságokon, amin nagyon nagy a szintemelkedés. Ott nehezen tudunk győzni, vagy nehezen tudunk nagyobb előnyt kiautózni, mint mondjuk az egyenesekbe és a lefelé vezető pályákon, de mindezek ellenére nagyon élveztük, és
bármikor meg tudnánk ismételni ezt a versenyt, hogy ezt az érzést megkapjuk, hogy itt tényleg mindenki, ez a hat ember életre halálra megy, és igazából nagyon kevesen hibáztak, sőt, talán a Pistin és rajtunk kívül, meg talán az Ariel megkapott egy 10-es büntetést, nem is nagyon hibáztak. Annyira tizedekre voltunk egymástól, hogy nem fért bele semmilyen hiba. Kiélezett harc volt. Nagyon kiélezett volt, mert most így meg is néztük így a végeredményeket. Nem is tudom, hogy volt-e ilyen végeredmény, hogy ha az Arielt nem büntetik meg, akkor a Maricek Miki, a Rongics és az Ariel tizedre azonos időt futottak, ugye csak az Arielnek ott volt az a 10-es büntije, ő ezért 10 másodpercre le volt maradva, de ha levesszük azt, mert igazából az nem volt benne a versenybe, hogy 160 km alatt tizedre azonos időt megy 3 pilóta, azért itt látszódott, hogy tényleg nagyon kiérezett volt a küzdelem. Hát igen, meg azért pályaszélen is élmény volt nézni, mert tényleg azért lehetett látni, hogy határon autózik mindenki. Így a videókat néztük is, azért volt egy-két necces helyzet mindenki. Rengeteg volt. Én ennyiszer talán nem is éreztem magamat feszélyezve, hogy ennyire határon kívül autózzunk. Nem volt olyan gyorsasági, ahol most itt egy picit visszavesszük, vagy van előnyünk kiautózva. Hát az első nap azért azt hittem, hogy van előnyöm, mert ott 11-15 másodperc előnyel indultam, vagy zártam a napot. És akkor utána, amikor elmentünk vacsorázni egyet, akkor kaptam meg a büntetéseket, akkor láttam, hogy beírták. Hát azt az estét azért nem kívánom senkinek, mert sokat nem aludtunk. Igazából nagyon elgondolkoztam rajta, hogy én nem is fogok rajthoz állni a második nap vasárnap. Mert tényleg az, hogyha itt sétakocsikázik valaki, és csak jól érzi magát, és azért a büntetéseket, akkor azt mondja, hogy jó, van, kettő vető büntetésem van, de amikor tényleg ilyen tizedre azonos időket mondjuk, és ki van éleződve az egész verseny, az egész csapat, és tényleg itt, amikor tizedek döntenek és rávágnak az emberre 20 másodperc büntetést, az elég rosszul tud esni az embernek. És az érintetétek a lassítottam, vagy csak az elsőt, az elsőt azt elfogadtam, mivel ott tényleg felugrattunk az egyik gumira, de ott is voltak érdekes történetek előtte, mivel az előttünk lévő autó elvitte a lassítósort, és mi amikor 180-nal megérkeztünk egy kanyarban a lassítóra, a sportbíró még akkor matatott benne a lassítóba. Ott talán egy 10-20 méterre később vettem a féktávot, mint kellett volna. Nagyon elkapta a szememet a sportbíró, hogy mit matatott benn, vagy most ott marad, vagy mi lesz. És ott tényleg felugrattam az egyik gumira, de a második, ami a terelőbe történt, azt nem ismertük, adtunk be kérvényt is, de sajnos azt nem fogadták el bizonyíték hiányában. Kedre kaptam bizonyítékot róla, hogy mi is történt ott, és igazából választ nem kaptam rá. De tény, hogy tisztább vagyok ezzel, hogy nem is fogok, mivel eltelt akkor már 2 nap a versenyből. Ők se tudnak mit csinálni, de örültem volna, hogy egy picit kivizsgálják az eseményeket is. Ja, hát de voltak éppen most már jobb ötleteket lehetett hozzászólásba is látni, hogy videóbírozni kéne. Hát ez úgy volt felhozva, hogy ugye, hogyha egyszer büntetünk egy lassítót, akkor legyen ott egy bizonyíték, mert nem akarok senkire se újjal mutogatni, de tény, hogy egyedül egy ember dönti el másnak a versenyét, úgyhogy igazából hát meg az igazság, hogy csinálom én is már 18 éve, és ugyanúgy a biztonságvezető pályaszélen is dolgoztam ugyanúgy. Nagyon sokszor megnézed, nem is eljére van visszarakva a lassító. Igen. A fölfestett jelekre, arrébban, beljebban. Úgyhogy ez volt nekünk is a másik problémánk. Szerintem minden egyes versenyzőnek ugyanazt a körülményeket kéne biztosítani. Nem hiába vannak azok fölfestve. Természetesen igen, hogyha már alapból úgy van kitéve egy ilyen lassító és terelő, hogy úgymond vaznom a pályaadottságát képezi, akkor az tényleg legyen már úgy visszarakva, ahogy mi ugye pályajáráson fölírjuk. És igen, nekünk is ebből volt rumlink, mert nem ott volt nekünk se a helyén, annál a bizonyos esetnél az a terelő. A másik, ami nagyon dühítő volt, hogy nézve mondjuk egy másik gyorsaságinak, ugyanezen a versenyen egy másik gyorsaságinak a szakaszát, most fölkerülnek egyre több videók. Hát vagy most 15-20 embert fel tudnék neked itt sorolni, hogy kik vittek el lassított ténylegesen, és kik vittek el terelőt ténylegesen. És igazából azon a gyorson ott 2 ember kapott büntetést a 20-ból. A Királdon nálunk is a terelő. Ez pont a Királdi körgyors volt, ami láttam a videókat. Igazából most valakinek lehet, valakinek nem, vagy úgy fordítsam, hogy valamelyik pálya lehet, valamelyiken nem. Ez így elég érdekes, és sajnos itt nem is az időbüntetés, hanem az, hogy ugye a maximális 40 pontot vihettük volna haza, amivel megnyertük az első napot, a második napot, a Power Stage-et.
és elvették tőlünk ugye ezzel a második 10 másodperces büntetéssel az időt, vagyis a helyezést. Ott ugye az első nap buktunk egyből 1 pontot, a másik nap 7 pontot, mert ugye nagyon nagy a szórás az első és a második helyezett között. És ugye maximális 40 pont helyett csak 32 ponttal tudtunk hazamenni. Hát és ez megébegem szükség lesz. Rengeteg ez a 8 pont, igen. Elég kiélezett, de most meg a minuszolásokat nézve is vezetitek az OHC-t. Igen, egy 5-6 ponttal vezetjük. Mert talán az Egri-ban ott 7 pontot szereztünk, ugye a Power Stage pontokkal, meg ezzel-azzal. Ugye a szuperrealizni kényszerültünk, de hogyha azt levonjuk, akkor vezetjük, igen. Két verseny van még hátra. Két verseny van hátra, mind a kettő nem lesz egy egyszerű menet, nagyon kemény pályák lesznek. És Nyíregyházán ugye nagyon sokat is fogunk menni. Kíváncsian várjuk, meg szerintem az egész ORC-s csapat várja, mert tényleg most talán ez a futam annyira összekovácsolt minket, hogy tényleg amikor tizedekre mozgunk egymástól, és nem lehet egységni. Igen, mert egy helyen állunk, meg beszélgetünk, megy a bandázás, szóval nincsenek ellentétek, hogy most őt nem szeretem, rosszba vagyok vele. Igazából megállunk, mindenki elmondja a kis mondani valóját, mit hogy csinált, mi volt a pályán, és nagyon jó így versenyezni. Főleg így, hogy húzzuk is egymást rettentően, ez nagyon jót tesz szerintem nekünk. Rendben, köszönöm szépen. Én is köszönöm. További sikereket. Köszönöm szépen. A Salgó Rallin a Rally 2 versenyére összesen 61 páros adta le a nevezését. 9 gyorsasági szakasz várt a mezőnyre összesen 91 km versenytávval. Szombat délután 18 órai kezdettel megkezdődött a verseny Salgótarján belvárosában a prologgal. Rengeteg néző volt kíváncsi a városi viadalra. A hangulatról Kővári Barna gondoskodott. Nagy csata volt várható Tim Gábor és Trencsényi Vince között. A nagy kérdés, a bajnoki cím eldőle itt Salgótarjánban, vagy majd csak az utolsó versenyen a meccsekbe. Az első körben mind a három gyorsot más-más nyerte. Az első gyors Törzsi Ároné volt, a második Trencsényié és a harmadik gyorsot Tim Gábor tudta megnyerni. Az első kör végén Trencsényiék vezettek 5,4 másodperccel Tim Gáborék előtt. A második kör a hétvége legnagyobb borulásával kezdődött, a 222-es rajtszámú Kolencsik Balázs Kemény Zsolt hatalmasat esett a 4-es gyorson. Szerencsére a srácok jól vannak. A mentés miatt a gyorsasági szakaszt a hátralévő versenyzők etapban teljesítették. A hátralévő 5 gyorsasági szakaszt Trencsényiék tudták nyerni, és 17,4 másodperccel megnyerték a salgótarjáni futamot Tim Gáborék előtt. A salgótarjáni versenyt is győzelemmel zárták, így a 2019-es Rally 2 bajnokságot is behúzták. Gratulálunk nekik! A Rally 2 mezőnyével szintén október 11-e és 13-a között a Mecsek Rallyn találkozhatunk. Első helyen lett. Első lett Trencsényi Vince és Panuska Dávid. Második lett Tim Gábor és Timár Tamás. A harmadik helyen Géringer Zoltán és Andráskó István végzett. Paparnival beszélgetünk a Salgó Rallyról. Sikerült végre célba érnetek. Hogy telt a verseny? Igen. Egy hosszú bajt volt, mire újra sikerült célba érni. Ugye Egerbe és Miskolcon ugye vezetői hiba miatt sikerült kiesni, utána Fehérváron hál' Istennek célba értünk. Ott igazából egy tényleg nagyon biztonságos tempót mentünk, és szerintem ennek volt köszönhető, hogy semmilyen gondunk nem volt. Utána pedig ugye jött egy Veszprém rally, ahol sajnos az utolsó gyorsaságén estünk ki. A főtengelyjel adó tárcsája eltört, és a cél előtt egy kilométerrel megálltunk az abszolút harmadik helyről, azt egy kicsit nagyon sajnáltuk, utána pedig jött egy Baranyakupa, ahol pedig ismét technikai ördög szülte, hogy megállt az autó, és nem tudtuk befejezni a versenyt. Bevallom az őszintén, ott már nagyon össze voltunk tőle, tehát azért 5 versenyből 4-szer kiesni igen rossz arány, viszont a csapat és a támogatók is
mind végig mellettünk álltak, és mondták, hogy próbáljuk meg végigcsinálni a szezont, próbáljuk ezt az egész rossz, negatív dolgot kitörölni a fejünkből és legyőzni. Ezért úgy döntöttünk, hogy ugye végigcsináljuk az egész évet, megyünk még a Salgón és a Mecsek Rallin is, és hát szerencsére a Salgó Rallin végre jött a Fortuna, és sikerült a célba elérnünk. Egész jó helyen, végül is én úgy gondolom, hogy nem lehet panaszunk erre. Sikerült levenni a rontást, megálltották a versenyautót. Igen, az a Kormos Ádi, a motorépítőmnek az ötlete volt, hogy tényleg a műhely már mindent megtett, itt már csak a jóisten segíthet, és elvittük a tököli paphoz, László atyához, aki megáldotta az autónkat, és igazából tényleg bejött. Tehát, tudom ajánlani többeknek is, akik nem nagyon szeretnek célba érni, hogy most tényleg semmilyen műszaki hibánk nem volt, hibátlan volt az egész verseny alatt minden. És mi a helyzet a PSA motorsport terén? Hogy működtek? Egyre többen vagyunk, az biztos. Hát folyamatosan ugye van egy műhely része a csapatnak, azt csináljuk folyamatosan, építjük az autókat, egyre több nem csak ladánk van, hanem most már Hondát is építünk. Ezek mind próbálunk egyre jobban megfelelni a srácoknak. Ezen kívül ugye a verseny területén is ugye egyre több versenyzőnk megy historikba, Rally 2-be, ugye ORC-be most már sajnos nem indulnak a pilótáink, jelenleg még nem készültek el az autóik, de ott is ugye Nagy Gabi azért ment Veszprémbe, szép eredményeket ért el, és hát próbálunk fejlődni. Idén még tervezünk, hogy egy kisebb csapattal kimegyünk a Wallfilter Rallyra, 3-4 versenyzővel tervezzük, és az lesz az év megkoronázása, hogy egy külföldi versenyen is végre részt tudunk venni csapatos szinten. Akkor sikereket hozzá. Köszönöm szépen. És jövő évi tervek? Jövő évi tervben szerepel, hogy folytatjuk ezt a 16 celebes projektet. Szeretnénk egy kasznit cserélni az autómon, tehát az mindenképp terve van, hogy építünk egy új autót hozzá. A motor az maradni fog, ugye ennek a teljesítményével, meg alapvetően a működési tartományával teljes mértékben meg vagyunk elégedve. A kasznit azt idén sikerült nagyon elhasználnom. Ez fog kapni néhány fejlesztést, ugye, ami még egyelőre titokként kezelem, de szeretnénk egy olyan zsigulit építeni, amivel lehet jó nagyot repülni Veszprémbe. Tehát ez egy fő cél. Ezen kívül pedig nagyon szeretnénk egy R2-es autóba is belevágni, és szeretnénk azzal külföldi versenyeken részt venni, vagy az RP, vagy ilyen. De szeretnénk nyitni, hogy tudjunk menni külföldi versenyek. Oké, köszönöm szépen, és akkor... Köszönöm szépen. A historikban mindösszesen 12 versenyzőpáros adta le a nevezését. Kétnapos verseny várt a versenyzőpárosokra közel 155 km versenytávval. Pénteken kezdődött a historik versenye is az ózdi salakon aprológgal. Szombaton 9 gyors várta a mezőnyt az Ózd környéki pályákon. Az első gyors a rádió problémák miatt a historik mezőnyének is etap volt. A megtartott 8 gyorsból 8-at Wirtmann Ferenc nyert a Fordal Fehérvári Csabiék előtt 3 perc 13 másodperces előnnyel. A megtartott 8 gyorsból 8-at Wirtmann Ferenc nyert a Fordal Fehérvári Csabiék előtt 3 perc 13 másodperces előnnyel. Vasárnap 6 gyorsot is Wirtmann nyert, így a 100%-os teljesítményével 6 perc 35 másodperces előnyt szerzett az Ózd Salgó historik futamán. A historik mezőnyével október 11-e és 12-e között a Mecsek Rallin találkozhatunk, amely egyben a historik EB futam is lesz. Első lett Wirtmann Ferenc és Kerekes József. Második lett Fehérvári Csaba és Acél András. A harmadik helyen Gyenes András és Horváth Levente György végzett. A Rally 1 bajnokságának állása az ötödik futam után. Első helyen Vince Ferenc, Baci Gál, Igor 151 ponttal. Második helyen Velencei Ádám, Zsíros Gábor 88 ponttal. A harmadik helyen jelenleg Hadik András és Kertész Krisztián 87 ponttal.
A Rally 1 ORC magyar bajnokság állása az 5. futam után. Első helyen Dudás Gergő, Szabó Krisztián 111 ponttal. A második helyen Matics Mihály, Németh Gergely 99 ponttal. A harmadik helyen Maricek Miklós és Bán Viktor 96 ponttal. A Rally 2 magyar bajnokság állása a 6. futam után. Első helyen Trencsényi Vince, Panuska Dávid 124 ponttal. Második helyen Tim Gábor, Timár Tamás 86 ponttal. Harmadik helyen Lendvai István Rolf, Madár Tibor 68 ponttal. A Fejérvári Csabival beszélgetünk az Ózdi versenyről. Hogy sikerült az a verseny számotokra? Nagy újdonság volt nekünk a verseny. De érdekes mondani, ezek elég híres magyar pályák, szinte mindegyik. És érdekes mondom, mi még egyik pályán sem mentünk élesben. Én navigáltam a Málta keresztes Mátra Szent Imrén korábban, de például az Agyvaron a Ceredán csak utcai tempóba, utcai autóba voltam eddig, úgyhogy kíváncsiak voltunk, hogy hova lesz ez elég ugye a verseny végére. Ennek fényében nagyon komolyan vettük a pályabejárást, többet foglalkoztunk vele, jobban oda tettük magunkat. Az Agyvaron a Cered az egy elég nehéz pálya, úgyhogy ehhez azt gondolom, hogy kellett is. Igazándiból a verseny jól sikerült, így a végeredményt tekintve a második helyen végeztünk. A abszolútban a kategóriát, a korcsoportot azt megnyertük, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy a 2 darab gyorsaságink volt, ami tiszta volt. Ugye az első szombati gyorsasági az etap volt. Igen, és a második, harmadik gyorsaságin tudtunk menni egészséges tempóban, és utána azért észleltünk egy olyan dolgot, hogy a motor picit furcsán viselkedik, és ennek fényébe vissza kellett vennünk egy kicsit azért a tempóból, és kicsit kimeltük az autót. Az volt a cél, hogy beérjünk vasárnap napvégén, és ehhez mérten állítottuk fel a taktikát, és így is sikerült végül is, nem lett probléma. A motort azóta kivettük, szétszedtük, belekerült már az új motor, volt tartalékmotorunk, úgyhogy meccsek rallyra már így támadunk. Összességében egy jó verseny volt, az esőt azt megúsztuk, illetve annyi, hogy hát nagyon, nagyon vérmeset nem tudtunk azért menni. Most nem tudom, hogy ez hiányzott vagy nem, de így a stabil második helyen azt gondolom, hogy bejöttünk, nagyon fontos pontokat szereztünk az évvégi elszámoláshoz. A bajnokságban hogy álltak tényleg? Jelenleg 17 pont az előnyünk a bajnokságban. 2 darab másfeles szorzói verseny van hátra, a Meccsek Rally, ami Historikelbe, illetve a Nyíregyháza Rally, ami ugye az ERC debütál a futam. A Historiknak picit rövidebb lesz a Nyíregyháza, mint a nagyoknak. Értelemszerűen azért ott is egy másfeles szorzó van. 30 pont szerezhető az elkövetkezendő két versenyen, és hát igyekszünk többet szerezni, mint az ellenfelek, illetve hát úgy beosztani ezt a 17 pontot, hogy meg tudjuk nyerni az abszolút bajnoki címet. Nagy szó lenne Historikban ezzel az autóval, illetve hát egy komoly visszajelzés nekünk is, meg a Toyotának, hogy egy stabil, megbízható autó. Ja, ebbe az évben azért nemzetközi szinten is kilátogathatok versenyre, ott milyen eredményeket írthatok? Voltunk a több külföldi versenyen, a Mitropa kupát céloztuk meg, és ezekből is azért azt gondolom, év elején a két osztrák versenyt emelném ki, ami nagyon, nagyon jól sikerült, és tényleg egy nagyon szuper hangulatú, gyors, pörgős verseny. Erről van szó. Jövőre is biztos, hogy elmenjünk ezekre a versenyekre, mert nagyon sokat tudunk tanulni belőle, ilyen pályákkal nem nagyon találkozunk azért Magyarországon, és tanulás szempontjából is nagyon jó, illetve tényleg a hangulat miatt, meg tényleg azt, hogy egy nagyon pörgős, stresszmentes versenyt tudunk azért abszolválni, mert ez nekünk fontos, úgyhogy így, hogy belekóstoltunk a külföldolóba, és ezt jövőre is fogjuk folytatni. És a végén valamelyik buli versenyterben van, Mikulás, Szilveszter? Az mindig terben van. Ha úgy sikerül az évvége, ahogy gondoltam, akkor a fiúk mennek a Mikulással, a Szilveszter Rallyn, és mi a Waldfirtel Rallyra fogunk kimenni múlvás futamnak. A Mikulás Rally az még egyelőre kérdőjel, meg hogy milyen autó még az is kérdőjel. Most folyamatosan már történnek a dolgok, mert jövő évre készülünk, most már gőzerővel, annak ellenére, hogy mi megy a bajnokság, de már a jövő évet tervezgetjük. Jó, rendben, köszönöm, és akkor további sikereket kívánok. Nagyon szépen köszönjük, sziasztok! Acél Andrásról beszélünk, aki Fejérvári Csabi mellett navigál a Historikba egy Toyotával. Milyen élmény volt számodra az Ózdi verseny? Hogy sikerült? Hát nagyon készültünk rá.
Igazándiban nagyon sokat tréningeztünk, nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az itinerre, hogy jó legyen. Mentünk 1100 kilométert pályabejárás alatt, úgyhogy nagyon-nagyon készültünk rá, nekünk ez nagyon fontos verseny volt a bajnokság szempontjából. Úgyhogy készültünk nagyon, jól is sikerült, úgyhogy elégedettek vagyunk vele. Közben a Rally 3 mezőnyében is szerepeltek egy Hondával. Milyen eredményeitek vannak ebben az évben? Hát igazándiból eredményünk nem sok van, sajnos, mert a technika mindig kibabrált velünk, minden versenyen volt valami. Sajnos most úgy néz ki, hogy hétvégén teszteltünk, és úgy néz ki, hogy reméljük, hogy most már jó az autó, nagyon reméljük. Szóval legközelebb hol lesz versenyünk? Legközelebb most hétvégén Porrok-Szentkirályon, Rally 3 mezőnyében indulunk. De ott a bajnokságban hány futam van vissza? Hát a bajnokságban még három futam van, ebből terveink szerint kettőt megyünk édesapámmal, úgyhogy én navigálok, és még egyet az utolsó Orfűn meg szeretnék én vezetni. Veszprémbe bekerültél a Zsiguliba is. Milyen élmény volt zsigulizni Arni mellett? Hát nagyon jó volt, hát Arni nagyon jó pilóta. Tavaly is Veszprémbe együtt mentünk egy Citroennel, úgyhogy hát a Zsiguli meg nagyon jó. Én még nem navigáltam hátsókerekes autóba, Zsiguliba se, így versenyen, úgyhogy nagyon jó volt, nagyon nagy élmény volt. Csak hát sajnos kiestünk az utolsó másfél kilométeren. Igen, nálam még eljöttetek, azt vártunk, azt már nem jöttetek. De jól éreztük magunkat így is. Idei év tervek még esetleg valahol? Hát idei év, igen, vannak még ez a három Rally 3-as futam, amit említettem, és még Csabinak navigálok, ugye vele még a maradék két bajnoki futam, Mecsek meg a Nyíregyháza, és utána pedig még két osztrák futamot, egy Niederösterreich rallit és egy Waldfilter rallit még külföldön tervezünk még idénre. Jövő évben felállás, marad minden? Hát jövő év még nem tudom, még egyelőre ez, még csak mindig a következő versenyre koncentrálunk, úgyhogy még ezt nem beszéltük meg. Jó, rendben, oké, köszönjük szépen, és akkor köszönöm szépen. További sikereket kívánunk. Köszönjük szépen. Természetesen most is játszhatnak velünk, már is mutatjuk, hogy mi a mostani kérdésünk, és hogy mit nyerhetnek azok, akik helyesen válaszolnak. Mostani játékkérdésünk. Jelenleg kivezeti az ORC bajnokságot. A. Hevesi István, B. Dudás Gergő, vagy pedig C. Matics Mihály. Megfejtéseiket a rallykukac.rtve.hu e-mail címre várjuk október 1-jéig. A nyeremény egy élményautózás. Előző játékunk nyertese Tóth Zsuzsanna Dorogról. Gratulálunk! Ennyi fér bele a mostani padlógázba, de azt hiszem sok mindent elhoztunk, elhoztatok Zoli megint. Hol folytatjuk? Meccsekbe folytatjuk október elején. Hát akkor nincs más hátra, mint előre, ugye? Ott leszünk akkor a meccsekre, Alin is izgalmas futamok, akkor is, ha tehetik, tartsanak velünk és kövessék addig is a padlógáz közösségi oldalát a Facebookon. Ott minden érdekességet és információt megtalálnak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsor támogatta Ofon Rally Video, a műsor támogatta a rallyparts.eu. A forgatás helyszínét a Spejsz biztosította.